Sziasztok! Most épp megéheztem, és csinálok magamnak egy chili dogot, de szerintem azt még nem mutattam, le is zárom. Ez tulajdonképpen egy hot dognak egy ilyen kis peckó verziója, amiben sült virsliker, ezt ki is veszem, mert ez már megsült. És a lényeg, hogy most nincs itt a hot dog kiflőm, de pont van ilyen egyenes kiflő, ezt egy pillanatra bedobom a mikróba, és az egyetlen egy extra, hát nem igaz, mert édes mustár is kell hozzá, meg cheddar sajt, mindegy, chili bab kell, ilyen marhahúsos chili bab kell bele egy kevés, és tegnap nálunk ez volt a vacsora, úgyhogy ebből most egy nagyon picit megmelegítettem, kiflit se kell rommá forrázni, és így alufóliába szoktam, így ketté van vágva, beletenni, mert sajnos ebből így, hát, szóval nem lehet mindig úgy szépen megenni, hogy minden benne maradjon, és ilyen édes, várjátok most addig még nem kell, kis édes mustárt kenek bele. Itt ennél, hogy az az íz legyen, amit az ember szeretne, itt az édes mustár az, ami az alap dolog. Megy bele a virsli, és erre azért chili dog a neve, mert Amerikában van valami város, hogy az arról híres, hogy ott a város közepén két ilyen brutál régi chili dogos hely verseny az egymással, erre megy sonkahagyma, egy picit lesózva, tehát vagy a salotta, tehát ami nem, hogy nem vörös hagyma, nem annyira csípős, így ezt én jó bőven szoktam, és erre megy a cheddar sajt. Na, hát és ezt nevezik, kérem szépen, hú, már beszélni se tudok, ezt nevezik chili dognak a világ nem kevés helyén. Hát és aki a chili babot szereti, meg a hot dogot, az most el tudja képzelni, ezzel meg ott van benne a jó kis chilis bab. Na mindegy, nem véletlenül dobtam össze egyet magamnak. Próbáljátok ki. Ha épp főztök csilit, akkor másnap reggelire annyi, hogy kell hozzá venni egy kis édesmustárt, meg valami aromásabb sajtot. De trapistával is meg lehet csinálni egyébként egész nyugodtan. Meg ne vörös hagyma legyen, hanem valami fehér, tehát vagy sonkahagyma, vagy ilyen gyengébb hagyma. Hát én ezt is ráteszem. Na mindegy, ennyi, ez most csak egy kis rövid videó volt. Így kell összerakni egy chili dogot, és ha ilyen kerti partit, vagy bármit csináltok, és ezt megcsináljátok, előző nap ezt megfőzitek, a legnagyobb császárok lesztek a brigádba. Na, mindenkinek további jó pihenést, jó főzés, könnyű kajákat, sziasztok!